A diva dáma persona nőkereső játék, a nők megfelelési kényszeréről szól. Ugye erről regényeket lehetne írni. Ki csinálja a megfelelési kényszert, vélhetően mit csináljuk egymásnak. És nem az a baj, hanem az a baj, hogy a férfiaknak is mit csináljuk a megfelelési kényszert. Ha nem így van, akkor nagyon szívesen várom a cáfolatot. Ez a darab kellőképpen őrült és felszabadító ahhoz, hogy ettől a rettenettől, ami nap mint nap forog bennünk, mindenki tudja, hogy miről beszélek, valahogy átmeneti ideig megszabaduljunk, illetve, hogy beszéljünk róla, vagy beszéljetek róla egymással, a pároddal, a barátnőddel. Mert azt veszem észre, hogy nem beszélünk, mármint erről, a legfontosabb kérdésekről nagyon ritkán beszélünk. Én igen, de nem biztos, hogy te igen. Azért nőkereső játék, mert próbálunk a lehető legőrültebb helyzetekből kicsippenteni azt, amivel még tudunk valamit kezdeni, hogy ráismerj magadra. A darabban elhangzó, tehát a Diva Dáma Persona előadásban elhangzó szövegek mindegyike, kivéve a személyes részeket, a netről vagy nőknek szóló magazinokból származik, és áll össze történetté egészen elképesztő módon. Hívunk benneteket, Vucsics Virággal, gyertek!